A napokban tartotta éves közgyűlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete, melyen összegezték tavalyi munkájukat, bemutatták az Ipar 4.0 állami projektet, emellett döntöttek az idei megyei Príma Díj megrendezéséről. Köszöntöm a stúdióban Czomba Csabát, a VOSZ megyei elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm a nézőket! Mi az, amiről be lehet számolni az elmúlt év munkájával kapcsolatban? Mik voltak azok a főbb sarokpontok, amik a beszámolót képezték? Hát az elmúlt év is bővekedett eseményekben, hasonló a korábbi évekhez. Rögtön évelején, aztán februárban Vásárosnamény és térsége paktum aláírásán vettünk részt, csatlakozott a VOSZ. Azt meg kell ehhez említenem, hogy már a megyei paktumnak 2017-től a tagjai vagyunk. Foglalkoztatási paktumról beszélünk, így van. Ahol személy szerint én az irányító csoportnak is tagja vagyok, és ott hát rendkívül intenzív és színvonalas munka folyik a pályázatok, az oktatással összekötött munkahelyteremtési pályázatoknak az elbírálásában. Ez egyébként, hogy hozzátegyem, a tavalyi évnek egy másik fontos momentuma volt, mert ha jól emlékszem, 5-ször vagy 6-szor ülés lett ez a paktum szervezet, a megyei paktum szervezet. Mi a legfontosabb feladata ennek a paktumnak, és mi az, amit ezen belül a VOSZ magára vállal? Igen, a paktumnak az a legfontosabb feladata, hogy a munkahelyteremtést valamilyen képzéssel is kapcsoljuk össze, ez szakmai képzés, és úgy adják be a pályázatokat, hogy megnevezik, hogy milyen szakterületre kérik a dolgozónak a felvételét. Ez valamikor csak egy, valamikor 5-6, meg volt már 11-néhány fős létszám is valamelyik vállalkozásnál. Tehát nem csak az, hogy létszámra van szükségem, és aztán felveszem, hanem határozottan megnevezve, hogy milyen szakterületen, aminek a képzésére is szükség van, és ehhez kap támogatást maga a szervezet, illetve hát a vállalkozás, bocsánat, nem a szervezet. Tulajdonképpen röviden így lehetne összefoglalni, és ezeket a beadott pályázatokat különböző szempontok alapján bírálja el ez az irányító csoport, és ítéli oda a támogatást. Eddig még elutasításra nem került, esetleg olyan volt, hogy kiegészítésre kerül sor valamilyen cégnél vagy vállalkozásnál, de tulajdonképpen szinte mindegyik pályázat elfogy. Ez most már 100-as nagyságrendű, amióta elindult a paktum szervezetnek a munkája. Mi a szerepe ennek a paktumnak és a VOSZ-nak a munkaerőhiány megoldásában? Igen, hát tulajdonképpen nagyon jól fogalmazta meg, hogy a munkaerőhiányt, mert szinte most már elmondhatjuk, minden szakterületen munkaerőhiány van. És a munkaerőhiány az még az egyik oldal a dolognak, a másik viszont az, hogy a vállalkozások egy új, akár egy fő felvételén is nem biztos, hogy ki tudják gazdálkodni teljes mértékben a bért és annak a járulékait, ezért támogatásra van szükségük. Ez a támogatás viszont nem túl hosszú, mert 6 hónapos vagy 8 hónapos, plusz 3, illetve plusz 4 hónap, tehát 6 után plusz 3, 8 hónap után plusz 4 hónap támogatást kapnak, tehát összesen mondjuk 12 hónap lehet a támogatás értéke, de akkor is ez nagy segítség egy vállalkozásnak, és itt mi VOSZ itt állunk, mert hogy akkor az a vállalkozás tovább tudjon működni, megfelelő szakembert tudjon találni, megfelelő szakembert tudjon alkalmazni, akkor egy ilyen formában a támogatással sokkal hatékonyabban történik meg. Mi az, amiben még tud segíteni a vállalkozásoknak a VOSZ? A VOSZ, hát mivel érdekvédelmi szervezet vagyunk, a vállalkozások érdekeit képviseljük, ezt egy időben volt, most ez utóbbi 2-3 évben már nincsen, Hallatjuk a hangunkat című programsorozat, ami itt a megyében is, illetve minden megyében lezajlott, de továbbra is részt veszünk a Ágazati Érdekegyeztető Tanácsban, amelynek a VOSZ szerves tagja, ahol minden egyes olyan kérdésben, amely a vállalkozásokat érinti, legyen ez egy adókérdés, legyen ez egy pályázati kérdés, legyen ez a közbeszerzés, legyen ez, sorolhatnánk még sokféle példát, ezeknek a megvitatásában, ebben való egyeztetésben és a vállalkozók szempontjában való döntésnek a nem létrehozása, hanem elősegítése, mert ugye 3 oldalú munkaadók, munkavállalók és a kormányzat vesz részt ebbe a munkába, ott képviseljük a VOSZ-nak az érdekeit, éppen azért, hogy a vállalkozások mindig lehetőleg a lehető legkedvezőbb előnyöket kapják meg ennek kapcsán. Ezen a területen milyen eredményeket tudnak felmutatni a tavalyi évben? Hát a tavalyi évben, nem is volt túl sok vállalkozói ülés vagy fórum, de az volt a legnagyobb gond, illetve a legnagyobb kérdés, hogy mennyi legyen a minimál bér, ez ugye a egyszerű minimálbér, illetve a garantált bérminimum, ami a szakmunkásokra vonatkozik. Ez hatalmas vita kérdés, csak itt most az a gond, hogy a kormányzat előre döntött ezelőtt 2 évvel, hogy milyen mértékben kell emelni. Úgyhogy itt tulajdonképpen csak egyeztetések voltak, igaz, hogy a szakszervezet az megpróbált még egy magasabb bért elérni, ami aztán végül is nem sikerült olyan mértékben, illetve hát amit meg mi szerettünk volna, attól magasabbat kellett, hogy adjunk. Itt mindig az a gond, tudjuk azt, hogy a megélhetéshez milyen jövedelem szükséges, csak ez a kormányzat által egy kicsit ránkokra járt irányzat, ami előtt 2 évvel indult, az ezzel nincsen összhangban. Még megmondom miért, azért nincsen összhangban, mert nem veszi figyelembe azt, hogy a vállalkozás ki tudják gazdálkodni az ilyen bérnövekményt. Tehát teljesen mindegy, hogy most neki növekedik a bevétele, vagy csökken a bevétele, azt a minimál bérnövekményt, amit döntés alatt, vagy megszületett a döntés erről 2 évvel, azt oda kell adni a vállalkozást. Ugyanakkor maga a munkaerő hiány is generál egy munkabér emelkedést. Ez pedig a másik, sajnos ez talán a fajsúlyosabb probléma, én úgy gondolom, mert a szakmákban, ahogy az előbb is említettük, vagy említettem, nincsen elég munkaerő. Na most, akit meg akarunk szerezni, azok pedig borzasztó magas összegért akarnak és hajlandók dolgozni. Tehát visszaélnek azzal, hogy nincsen, kevés ember van, kevés szakember van. Nem beszélve még arról, hogy ha valaki rátekint Magyarország jövedelmi térképére, hogy mennyi Budapesten, hogy azért a szakmunkáért a bér, vagy mennyi a Dunántúlon, és mennyi itt Szabolcsban. Meg még Ausztriában. Ne is menjünk ki az országba. Mert a Dunántúli az megy Ausztriába, igen, a Szabolcsi megy Pestre. Csak maradjunk itthon, akkor innen elmegy dolgozni Budapestre, elmegy a Dunántúlra, tehát akit itt találunk mondjuk egyet, és közben 10 kellene, annak néha az itteni bérnél jóval magasabbat kell adni, mert a vállalkozásnak meg szüksége van arra a szakemberre. Hát nagyon nehéz. Gondolom, hogy ebben az évben is lesz mit csinálni a VOSZ-nak, lesznek feladatok, sőt, Príma is lesz. Igen, az is lesz. Mindig a közgyűlésnek a feladata, hogy döntés hozzon. Tehát nem csak az elnökség dönti el, vagy döntheti el, az elnökség teszi meg a javaslatot, és a közgyűlésnek kell szavazni, mégpedig elmondom, hogy miért. Azért, mert a közgyűlés, a tagoknak hozzá is kell járulnia valamilyen formában támogatással, ugyanis ez pénzbe kerül. Így van, a megyei primáknak a rétehozása az pénzbe kerül, tehát nem adják azt sem ingyen. Ezért a közgyűlés dönt arról, hogy megtartjuk a primát. Most ebben az évben november 22-én, ha valami szakkor lesz, a szokásos helyen ez a megyeházának a Besenyei György díszterme, amit a megyével való együttműködés keretében mindig támogatásként ad, tehát soha nem fizetünk érte bérleti díjat, vagy terembérletet, semmit, tehát a megye ezt biztosítja a Prímának a megtartásával ezt a helyiséget. Mi pedig idén is be fogunk erről számolni. Elnök úr, köszönöm, hogy vendégünk volt ma este. Köszönöm a meghívást.